Mindent lerajzoltam, ami az utamba került. A, ami az asztalon volt, ami a, a ház körül volt, mindent lerajzoltam, de eszembe jutott, hogy festő legyek. Körülöttem lévő világról mindig, mindig a látáson, a vizualitáson keresztül tudtam igazán kapcsolatot teremteni. A szüleim kimondottan segítették, és, és a régi rajzaimot is elkezdték gyűjteni, hogy ne, jó lesz talán tudni, ha a gyerek meg ne akarod, mi van mögötte. Apám Máv tisztviselő volt, kezdetben a Horvátországban, Zágráb és Károly város közötti vonalon szolgált. Anyám pedig Fiume mellett Kamerál Moravicában született, és 18 éves koráig Fiumén, élt és ott dolgozott. Utána aztán hát ide kellett körtözni a politikai körülmények Miatt, illetőleg Pécsre költöztek. Ketten vagyunk testvérek, az öcsém Miklós, építész, most viszont már fotózással foglalkozik. Elsősorban a népi építészeti maradványokat próbálja feltérképezni a feleségével együtt, aki viszont néprajzos. Anyai nagyapámmal nagyon sokat mászkáltunk fel a mecsekre, lepkehálóval, és kergettük a a lepkék, gyűjtöttük a roharokat, úgyhogy így bennem maga a természet alapvetően meghatározta a gondolkodásomat. Ebben az időszakban már úgy festegettem, és akkor is mindig a mecseki tájképeket, mecseki tájakat próbáltam rögzíteni, meg bementem az erdőbe, és ott festettem a fákat, vagy a fák között a nap hogyan sütte át, és ez milyen fényeket adott. Gyártam gimnáziumba, ott ő, ott volt egy cserkészcsapat, akkor én ezt nagyon élveztem. Mindig szombatonként volt az ősi összejövetel. Ez egy komoly dolog volt, és én ősvezető voltam már a vége felé, ahol a Tillaj Ernő az építész volt a, először az ősvezető, én voltam a segédős vezető, és az én első akvarelljeimet ő bírálta felül, és a hátlapjára ráírta, hogy ez nagyon jó, itt egy kicsit sok festéket használta. Tehát az Ernőnek az első, őt tőle kaptam az első igazi instrukciókat. A középiskolában, a Pécsi Széchenyi Gimnáziumban a Gábor Jenő volt a tanárom, aki Magyarországon egy ismert, többi-kevésbé a Bauhaushoz tartozó ilyen fél geometrikus, félig elvont, de figurális jellegű munkákat készített nagyon jól, és, és fontos volt ő akkor különösképpen itt Pécset. Pécset a Széchenyi Gimnáziumban érettségiztem 1947-ben, abban az évben felvettek a képzőszeti főiskolára, akkor még főiskola volt, a metti osztályra kerültem időközben persze találkoztam a, a, azzal a mesteremmel, akit én végül is annak tartok, Martin Ferenccel, akinek már az akkori akvareljeimet megmutattam. Csak úgy nézte, nézte, azt mondta, hogy hát ezek nagyon ügyesek, csak miért nem figyeled meg a természetet? Mert ugye én akkor, mint ilyen ifjú titán próbáltam ilyen sablonos elvont képeket csinálni. Az, hogy ő hogyan építette fel a rajzot, a saját rajzát. Ha egy, egy teljesen kívülálló ember látja, akkor azt mondja, hogy na, ez az ember nem tudja, hogy mit csinál, mert hol itt rajzol, hol ott rajzol, hol amott rajzol a papíron. És hát ez miért nem rajzol le egy fát, vagy egy házat? Vagy, mert ugye akkor az még így volt divatos, és még nagyon sokszor ma is így divatos. Ő aztán utólag jöttem rá, hogy ő semmi más nem csinált, mint vizuális viszonylatokban gondolkodott. Letett egy értéket, és kereste a neki megfelelő másik értéket. És akkor ezt a kettőt letette, aztán a harmadikat, negyediket, tizediket, és a végén megjelent a ház, a fa, a hegy, meg a felhő. Tehát ő nem a tárgy felől közelített, hanem a vizuális viszonyrendszer felől közelített a tárgyakhoz. Na most ez számomra egy alapvető tanulság volt, ami a későbbiekben az én egész pedagógiai tevékenységemet is meghatározta. Havonta egy-egy alkalommal elvittem mindig azt a paksamétát, amit akkor abban az időben össze tudtam hozni. Azt mondja egy idő után, hogy hát tudod, ezek nagyon ügyesek ezek a rajzok. Csak hát nem tudom, hogy ki csinálta, ki az az ember, aki mögötte van, Mi, hogyan gondolkodik, milyen a viszonya a világhoz. Szóval alapvető kérdésekre tért rá rögtön, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon izgatott és foglalkoztatott. Nem arra inspirált, hogy én próbáljak egyéni lenni, hanem próbáljak egy olyan közvetlen kontaktus kialakítani a körülöttem lévő világgal, ami a számomra, meg esetleg mások számára is hiteles. Tehát nem egyéni akartam lenni, hanem őszintén akartam kapcsolatot teremteni a környező világgal a vizualitáson keresztül. Itt szó sincs technikáról. Nem a technikáról van szó, hanem a gondolkodás módról van szó. A képzőművészeti főiskolán be kell vallanom, hogy nem sokat tanultam. Amit tudok, azt én a Martintól tudom, és a képzőszeti főiskolán, ha a Barcsai Jenőt említem, akkor a Barcsai az fontos szerepet játszott a szakmai életemben. Hát ott sajnos egy folytában csak két évet tudtam elvégezni, mert egy tüdő fertőzést kaptam és az orvos nem engedett föl Budapestre. 49-ben volt, és akkor egy évet kihagytam emiatt, de utána se ö, tértem még vissza a normális egészségi állapotomba. De akkor a Kelles a Pécsi festőtől hallottam, hogy a, a Pécsi pedagógiai, azt hiszem akkor pedagógiai főiskola volt, ott indul a rajszak, mert tudták, hogy én a képzőszeti főiskoláról jöttem, de még ide is orvosi engedély nélkül vettek föl szerencsére. És ott elvégeztem a főiskolát, ott a Budai Lajos volt a tanárom, és rögtön utána bent maradtam tanársegédnek a főiskolán. És ez után volt kiállításom. 57-ben volt az első önálló kiállítás, a Az lehet, Múzeumban. igen, igen. A Végvári Lajos, a művészettörténész, üzent le nekem, hogy most visszamehetnék a főiskolára, most be tudnám fejezni a 60-as évekbe, és de, de, akkor azt mondták, hogy kérik, hogy az addig készült munkáimat vigyem el, bemutatni. Elvittem, bemutattam, és azt mondták, hogy köszönjük, el van fogadva az öt év. Abban az időben, tehát az 50-es, 60-as éveket tekintve, ki kell tartottál még össze. Tüskés Tibor például. Tüskés Tibor, aki a jelenkor főszerkesztője volt akkor. Van is róla a portrém, meg a Lázár Ervinről is, meg az Ekimréről is. A Lázár Ervinnel voltam nagyon jó kapcsolatban. Szóval ők, ők akkor is erőteljesen kritikailag nézték a dolgokat. A Berta Búcsú is, meg az Ervin is, úgyhogy én nagyon szerettem őket. Ővelük akkor, abban az időben, amik Pécset voltak, nagyon sokszor találkoztunk a Nádor Kávéházba, ahol ők írtak, én meg rajzoltam, meg én is írtam. Hát a Bécsi Tamással, igen, rendszeresen találkoztunk. Még akkor a doktor Sándor Műveldési központban ő vezette ott a, a színjátszókat, én meg a képzőszeti szakkört.